Különleges oszlopok, egyedi vonalvezetés, így néz ki a községi piac Máropapiban. Bár az önkormányzat első körben elvesztette a pályázatot, a szándék, hogy legyen egy ilyen közösségi tér erős volt, és végül 84 millió forintból megépült az új piac. A napkollektorokkal is ellátott 10x18,5 méteres létesítmény tartalmaz egy raktár részleget, és egy mozgáskorlátozottak számára is alkalmas mosdót. A piacon 14 árust tudnak majd fogadni a legváltozatosabb termékekkel, a palántáktól kezdve a zöldségeken át a hús- és tejtermékekig. Bízunk benne, hogy lesz rá igény az igazság, mert korábban is volt a településen, ami már sajnos ilyen megszűnt, ilyen mozgó húsárusítás az igazság, és ugye ezt a lakosság elég jó igénye, elég jó szándékkal fogadta, de sajnos ez a dolog megszűnt egy-másfél éve, és bízunk benne, mert van helyi termelőnk, aki tejterméket állít elő, kis manufaktás sajtüzemben az igazság, és erre lenne lehetőség. Korábban volt az önkormányzatnak is egy futó közmunkaprograma, sajnos ebben az évben nem kaptunk hozzá lehetőséget, ahol mi is termeltünk különböző zöldségféléket, burgonyát, paradicsomot, paprikát, hagymát, borsót, és ugye mi is arra szántuk ezt a piacot, és ugye, hogy ezeket a helyben megtermelt árakat akkor itt a piacon tudjuk használni. Bízunk benne, hogy a magyar kormány jogoltában jövő, és ez a program újra tudjuk indítani, mert a fólia sátraink megvannak hozzá, csak meg kell ismét tölteni tartalommal. Az ünnepélyes átadóra például a helyi szakkör munkáit állították ki. A Nemzeti Művelődési Intézet rendszeresen hirdet meg szakköröket, és Máropapi immár második alkalommal nyert pályázat útján lehetőséget a képzések megtartására. Tavaly gyöngyfűző foglalkozásokat tartottak, idén pedig vesszőfonás és bútorfestés volt terítéken, amelyeken 5-5 ember vehetett részt. Igazából a legfontosabb az, hogy közösséget próbálunk alkotni a faluban, nagyon nehéz. Kis település vagyunk, az emberek egy picikét még befelé fordulóak, nem annyira nyitottak, ezen dolgozom, hogy próbáljunk egy jó közösséget alkotni, és most úgy érzem, hogy nagyon sikerült. Itt ugye nem csak kosarakat, képeket láthatunk, hanem a közösség erejét is, hogy mindent meg tudunk ezáltal valósítani. A piac működéséhez még néhány hatósági engedélyre szükség van, azt követően kialakítják a működési rendet, és megtelhet élettel a tér. A környezetet viszont már most rendben kell tartani, méghozzá ezzel a fűnyíró traktorral. Ezt szintén pályázati forrásból tudta beszerezni az önkormányzat. Ez a kommunális eszköz beszerzés egy 6 millió 240 ezer fontos beszerzés volt. Ez egy ráülős fűnyíró traktort fed maga mögött, amire ugye, mivel viszonylag kis település vagyunk ugyan, de elég sok és nagy zöld felettel rendelkezünk, amit már nem igazán tudtunk damilla kezelni, és emiatt volt szükség erre a ráülős fűnyíró traktor beszerzésre, hogy minél hamarabb és minél jobb kivitele tudjuk a zöld földrendbe tartani. A traktor felszerelhető lengőkéses fűnyíróval, forgókefével, hómaróval, hótolóval és egyéb szerszámokkal is. Így nem csak a zöld felületeket lehet gyorsan és hatékonyan karbantartani, a multifunkcionális jármű többféleképpen tudja növelni a falu lakóinak komfortérzetét.